Közel 3 milliárd forintból korszerűsítik Bakta Lóránd házát. A fejlesztése között szerepel a belvízzel vezető rendszer korszerűsítése, új kerékpárút is épül, valamint zöldmezős beruházásokat terveznek a járási székhelyen. Stúdiónk vendége a település polgármestere, Nagy Lajos, köszöntöm itt a 35 perc stúdiójában. Köszönöm a televízió nézőit. Hát ez egy örömbeszélgetés lesz nagyjából, ahogy így a felvezetőt közösen ugye meghallgattuk, és a kedves nézők is hallhatták, hogy csak röviden összefoglalva mi mindenre fogunk kitérni. Ez tulajdonképpen a jelen és a jövő. A közelmúlt mit hozott az önök számára? Sikerült-e projekteket befejezni, valamilyen folyamatoknak a végére érni, vagy ezeknek az előkészítése zajlott? Erre azt tudnám mondani, hogy igen, tehát tulajdonképpen ezekben a projektekben vannak olyan részek, amelyek már befejeződtek a közelmúltban, vannak olyanok, amelyek folyamatban vannak is, és vannak olyanok, amelyeket 2019-ben fogunk elkezdeni, tehát tulajdonképpen minden időintervallum igaz, ami a felvezetőben elhangzott. Néhány gondolatot azért ezekről a fejlesztésekről úgy gondolom, hogy ejtenünk kell. Annyi hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem minden önkormányzati fejlesztés ezen 3 milliárd forintos összegből, amit szerkesztőasszony említett a bevezetőben, azok önkormányzati fejlesztések, de vannak állami beruházások, illetve vannak egyházi beruházások is a településen. Nyilván ezekről is néhány gondolatot érdemes szólnunk. No, hát akkor nézzük szépen sorjában. Mi az, ami nem volt, és most már van, vagy lesz, ami nem feltétlenül felújításnak, vagy fejlesztésnek nevezhető, hanem létrehozásnak? Hát ezek számíteli közgazdasági kategóriák, hogy mibe tartozik, az most talán nem annyira fontos. A lényeg az, hogy valami újabbat hozunk létre, nyilvánvalóan olyat, ami elsősorban a település érdekét, a település lakóit, valamint vannak olyan beruházásaink, amelyek a járáshoz tartozó településeket és lakókat is szolgálják. Itt érdemes csoportosítanunk, kezdeném az önkormányzati beruházásokkal. A belvízelvezető rendszer felújítási programunk az egy összességében 400 millió forintos program, befejezéséhez közeledik, május 15-ét céloztuk meg befejezési határidőként, és én úgy gondolom, hogy ennek eleget is tudunk majd tenni. A kerékpárút építése úgy szintén a járási központunk mi voltának köszönhetően. Hát ez az, ami nem csak önöket érint. Így van, kaptuk meg ezt a programot, hiszen új kerékpárút épül a szomszédos Nyírjákó, Petneháza, valamint Nyírkés települések között, illetve a program lehetőséget adott arra, hogy a már meglévő Bakta Lóránd házi belterületi kerékpárút is felújításra kerüljön. Ez egy 500 millió forintos program összességében. Említése került a zöldmezős fejlesztés, amit én zöldváros fejlesztésre pontosítanák engedelmével, hiszen a település fejlesztési operatív program ezt az elnevezést használja. Ez egy 400 millió forintos program, és a település közterületei, zöld felületei, parkjai, sétáló részei újulnak meg, ahogy a nevében is benne van, elsősorban itt a zöld felületek kapják a főszerepet. Ez rendkívül látványos lesz, és ennek a befejezési határideje június 30-a. Még mindig folytatva az önkormányzati beruházásokat, turisztikai téren, ugyancsak a TOP forrásból van egy 100 millió forintos nyertes pályázatunk, amivel a 2015-ben megnyitott Degenfeld kastély pincéjét szeretnénk felújítani, és úgy szintén, mint hogy a főépületben egy turisztikai látványosságot, egy turisztikai attrakciót fogunk létrehozni, ebben az évben ezt is meg kell valósítanunk. Ennyit az önkormányzati beruházásokról, és ha még mindig nálam a szó, akkor folytatnám az állami beruházásokkal, amelynek alapja gyakorlatilag a járási székhelyünkből adódik. Nemrégen, december 4-én adtuk át a tanúszadát, illetve az állami beruházásként
a Nemzeti Sportközpontok, mint projekt megvalósító, adta át a tanuszoda épületét. Ez egy 400 milliárd forintos fejlesztés, és elsősorban a járási iskolához tartozó gyerekek úszásoktatását szolgálja, de lehetőség lesz arra, hogy felnőttek, családok is bizonyos időkeretben igénybe vegyék ezeket a szolgáltatásokat. Tehát ez mint állami beruházás, ezt emelném ki. Közel 500 millió forintból ebben az évben meg fog újulni az általános iskolánk. Klik megvalósítás, tehát ugye a Klik, mint állami intézmény valósítja meg ezt a fejlesztést. Természetesen ennek is nagyon örülünk, hiszen Bachtoló-rendházai gyerekek járnak abban az iskolában, és az ő érdeküket szolgálja. Ugyancsak állami fenntartás alatt van a Bachtoló-rendházi középiskola, vagy Ádám középiskola, az Agrárminisztérium jelenleg a fenntartója. Itt pedig különböző energetikai fejlesztések, valamint a tornacsarnok megújítása, felújítása van napirenden 2019-ben. Folytatva állami beruházásokat, nagyon régi vágya a településnek, hogy a város gerincén átívelő 4105-ös számú közlekedési főútvonal, amely ugye Nyírbátort köti össze Kisvárdával, a Bachtoló-rendházi közigazgatási területén lévő 3,2 kilométeres szakasz meg fog újulni, úgy szintén ebben az évben. Erre a megyei közútnak nyertes top forrása van, tehát biztos vagyok benne, hogy a tavasszal ezek a munkálatok is elkezdődnek. Ezen túlmenően említettem, hogy egyházi beruházás is van a településem. A Református Egyház nevelési oktatási intézményeket tart fent, ezen belül az óvoda fejlesztése, bővítése történik 250 millió forint értékben, és a református templom felújítása is jelenleg is folyamatban van, erre 60 millió forint támogatást nyertek. És örömmel jelenthetem, hogy vannak olyan vállalkozások, amelyek szintén szeretnének beruházni a településem. A Baromfi Kóp Kft-t emelném ki, akik csirkenevelő telephelyeket hoznak létre, összesen 6-ot kívánnak létrehozni Bachtoló-rendházán, ebből 3 már megvalósult, a további 3 is elkezdődik ebben az évben, illetve az ősszel egy 1,2 milliárdos összköltségvetésű Baromfi keltető üzemet hoznak létre azon a területen, amelyet korábban az önkormányzat értékesített számukra. Ezek a beruházások természetesen iparűzési adó, valamint foglalkoztatási szempontból rendkívül fontosak a településem. És akkor talán a felsorolás végre is. Teljesen kielégítő volt a felsorolás. Én itt, mivel csak 1-2 percünk maradt erre a beszélgetésre, mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy ez az időszak kiemelkedőnek tekinthető ebből a felsorolásból tekintve, hogy minden esztendő nem létezik, hogy ilyen mozgalmas legyen, és hogyha mindezek a fejlesztések, beruházások, projektek megvalósulnak, és önök a végére érnek, belátható időn belül, akkor lesz mit csinálni utána? Mindenképpen kiemelkedő. Ez egy 2 éves projektcsomag, amit említettem, 2018-es és 2019-es megvalósítások. Ilyen intenzív 2 esztendeje nem volt még a településnek, hogy ilyen mértékű fejlesztések valósuljanak meg. Ami a jövőt illeti, nagyon nagy reményekkel tekintünk a magyar falu felzárkóztatásáért meglévő 150 milliárd forintos országos keretre, ahol a nevével ellentétben az 5000 fő alatti kisvárosok, tehát Bachtoló-rendháza is pályázhat. Bízunk benne, hogy ebből a pályázati programból is több 10 vagy akár több 100 millió forintot tudunk elnyerni, és további fejlesztéseket végrehajtani az elkövetkező esztendőkben. Mondaná egyet, hogy mire gondol a település elsősorban, ha itt sikerül jól pályázni? Belterületi utak felújítását célozzuk meg, vannak olyan szegregált területeink, ahol új út építése is fontos. Szeretnénk önkormányzati bérlakásokat építeni, az orvosi bérlakás felújításra szorul, tehát van még tennivaló Bachtoló-rendházán.
viszont nagyon pozitívnak tűnik az elkövetkezendő időszak is, sok pozitív hozadékkal. Én kívánom, hogy további sikeres pályázatoknak köszönhetően tovább tudjanak fejlődni és haladni tovább. Köszönöm, polgármester úr, a beszélgetést. Köszönöm a jó kívánságot, és köszönöm szépen a lehetőséget.